A Johnson Electric autóipari alkatrészgyára. A felvételek 2013-ban készültek. Az akkori foglalkoztatásért felelős államtitkár éppen egy új üzemcsarnokot adott át. Meggyőződésem, hogy ez a vállalkozás is sikerre van ítélve. De nem lett igaza. A cég tegnap írta meg az állami hírügynökségnek, hogy jövő áprilisig bezárja a 800 főt foglalkoztató ózdi üzemét. Azt írták, a piaci keresletváltozás miatt már nem gazdaságos a gyár üzemeltetése. Egy általunk megkérdezett dolgozó azt mondta, az alkalmazottak helyzete kilátástalan. Rajta kívül a párja és az anyósa is a gyárban dolgozik, így szinte az egész család elveszítheti a megélhetését. Nehézségeket jelent, mert ugye nekem is, ahogy mondtam is, hogy kisgyerek van, tehát banki törlesztő részlet van, rezsi van, lakás van, tehát amiket fizetni kell, tehát engem is, tehát nagyon értékenyen érint. Egy másik ózdi gyár, az ABB egy éve zárt be, ott 1000 ember dolgozott. A helyére a kormány támogatásával a Wellis fürdőszobai kellékeket gyártó üzeme érkezett, ami a tervek szerint 800 embert alkalmaz majd. Ózd polgármestere a közösségi oldalon tegnap azt írta, a Johnson Electric bezárása újabb fekete nap Ózd történetében. A két legjelentősebb foglalkoztatót veszíti el a város 2 éven belül, úgyhogy eddig is munkanélküliség volt jellemző a városra. Az önkormányzat marad a legnagyobb foglalkoztatónak, mint a kis falvakban, mi pedig egy 34 ezres város vagyunk. A gyár bezárása a polgármester szerint hatalmas adóbevétel kiesést is jelent. Én úgy gondolom, hogy ez a kormányzat felelőssége, hogy most végérvényesen megoldást kínáljon az ózdiaknak. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárai már ma Ózdon tárgyaltak. A minisztérium tegnap azt közölte, olyan beruházót keresnek, ami a dolgozókkal együtt átvenné az üzemet. Ösztönzik a telephelyek létrehozását és a munkavállalók át- és továbbképzését, és akár a dolgozók utazási és képzési költségeit is átvállalnák.